Magyarország minden erővel megvédi magát, így fogalmazott Orbán Viktor kormányfő a Fidesz 30. tisztújító kongresszusán. A Fidesz most újra választott pártelnöke beszédében kijelentette, megvédjük magunkat a Brüsszelből és Washingtonból egyszerre támadó soros birodalommal szemben is. A miniszterelnök azt is mondta, hogy a brüsszeli Európa modellre nemet kell mondani, mert az unió jelenlegi vezetői tönkreteszik és a vesztébe vezetik Európát. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke 1190 szavazattal. Orbán Viktor, gratulálunk! Kondrát Károly a Szavazatszámláló Bizottság elnöke jelentette be, hogy ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz küldöttei a kormánypárt 30. tisztújító kongresszusán. Nem akarunk sorosék adós rabszolgái, nem akarunk banda háborúk övezete, és migráns gettók világa lenni. A brüsszeli Európa modellre nekünk nemet kell mondanunk, mert fenntarthatatlan, magyarul jövőtlen, hangsúlyozta Orbán Viktor az újraválasztását követő beszédében. A pártelnök miniszterelnök úgy fogalmazott, nekünk az a dolgunk, az a hivatásunk, hogy ezt megakadályozzuk. Magyarország minden erővel megvédi magát és ellenáll. Az olyan látszat, amiben van igazság. Mert ellenállunk a brüsszeli bürokraták agymenéseinek, ellenállunk a migránsok inváziójának, ellenállunk a gender propagandának, ellenállunk a háborús déli báboknak, Ukrajna előkészítetlen uniós tagságának, ellenállunk az egyre inkább kommunista, sőt jakobinus tüneteket mutató zöld ideológiáknak. Megvédjük magunkat, a szuverenitásunkat aláásó külföldi kísérletektől, a Brüsszelből és Washingtonból egyszerre támadó soros birodalommal szemben is. Orbán Viktor szólt arról is, hogy a legutóbbi két év az orosz-ukrán háború, a szankciók, az energiaválság és a vágtató infláció miatt minden eddiginél nehezebbnek bizonyult. Ugyanakkor rámutatott, a példátlan nyugati nyomás ellenére sikerült kimaradni a háborúból, a gáz- és olajszankciók ellenére biztosítani az ország energiaellátását, a nemzetközi energiaárak száguldása ellenére megvédni a rezsicsökkentést, a munkahelyeket és a családtámogatást. Jelentem a kongresszusnak, a kitűzött célokat elértük. A béke oldalán maradtunk, energiaellátásunk biztosított, a rezsicsökkentést, a munkahelyeket és a családtámogatásokat megvédtük, a háztartási energia itt a legolcsóbb Európában, a nyugdíjak értéke megőrizve, az infláció 10% alatt, jövőre inkább 5%, és a határon túli magyarok felé vállalt kötelezettségeink is mind teljesítve. És a legfontosabb és a legfényesebb haditett, igazi hadikos huszárcsíny, hogy Brüsszel pénzügyi zsarolási kísérleteit zátonyra futtattuk, a gazdaság ismét nő, és még nőni is fog. Persze azt a pár eurót, amivel tartoznak, még be fogjuk hajtani. A magyar zöld politika nem ideológiai és nem pártalapon áll, fejtette ki a kormányfő. Azt mondta, ha zöld energiát akarunk, akkor a hagyományos ipari gazdaságunkat új, természetbarát gazdaságá kell alakítanunk. Hozzátette, két dolgot kell tenni, zöld energiát termelni és aztán tárolni. Azt mondta, a sikeresek és a többiek közötti választóvonal a megtermelt energia tárolása lesz. Meggyőződésem, hogy a magyar gazdaság jövője most dől el, mert most dől el, hol alakulnak ki Európa zöld ipari központjai. Ha jól csináljuk, egy új világgazdasági korszak technológiai éllovasai lehetünk. 150 éve nem nyílt meg előttünk ilyen lehetőség. Az előttünk álló hónapokban egészen az európai választásokig súlyos politikai küzdelmek várnak ránk. Tért rá beszédében a következő időszakban az ország előtt álló kihívásokra a miniszterelnök. Az első akció a nemzeti konzultáció lesz. Megkérdezzük és begyűjtjük az emberek véleményét. Aláírás, kopogtatás, országjárás, ami a csövön kifér. A konzultáció kulcskérdés. Abból jön az erő, onnan nyerjük az energiát. Aztán a második akció az európai választás lesz. Brüsszelben áttörést kell elérnünk, a gyurcsányistákat pedig vissza kell vernünk.
Harmadik akciónak az önkormányzati választást nevezte meg Orbán Viktor. Azt mondta, a választókerületi elnökök felelősségeit óriási. A választási küzdelemben a kampánycsapatok munkáját nekik kell összehangolni. Az európai és az önkormányzati választást is meg kell nyernünk, szólított fel a kormányfő, aki beszédét a rájellemző fordulattal zárta. Még egyszer mindenkinek köszönöm a bizalmat, a jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok!